Köszöntök mindenkit, aki a videót nézi. Ennek a mai órának a témája az Északi-Középhegység regionális földrajza. Azt a célt szolgálja, hogy a középiskolások otthoni munkáját, illetve a határtalan programra való verseny felkészülés nagy döntőjét segítse. Ha az Északi-Középhegységet, mint természetföldrajzi és társadalomföldrajzi egységet szeretnénk egyszerre látni, akkor mindenképpen a természetföldrajzi oldallal kell kezdenünk. Azt fogjuk megnézni itt, hogy milyen anyagok építik föl, hogyan jön létre, és ezeket az ember majd hogyan hasznosítja, hogyan teszi magáévá, illetve ugye, hogyan befolyásolja az itt élő embereknek az életét a természetföldrajzi jellemző. Elsőként is, hogyha értelmezni akarjuk az Északi-Középhegységnek az elhelyezkedését, mindig ahogy tesszük, azt a térkép segítségével elhelyezzük valahol a világban. Az Északi-Középhegység értelmezésében mindenképpen szükséges, hogy tudjuk, hogy az a Kárpát-medencében, Európában a Kárpát-medencében foglal helyet. A keletkezése az nem jelenti az ország határa, az északi ország határa való lezárulását, egy nagyobb természetföldrajzi egységnek a része, tehát az északnyugati Kárpátoknak egyik nagy természetföldrajzi alegysége, aminek a belső, úgynevezett belső vulkáni ívét képezi, annak is a déli ágát jelenti. Hogyha meg akarjuk határozni topográfiailag, hogy mik ezek a középhegységet alkotó nagyobb egységeink, akkor ugye a Duna kanyartól jelenti egészen a Tokaj-Zempléni hegységig, a Bodrognak a völgyőig. Ha azonban geológiailag szeretnénk ezt a területet lefedni, a Duna kanyart át kell lépnünk, és a Dunántúli középhegységnek az észak-nyugati részén lévő Visegrádi hegységet is ide kell vennünk, ugyanis annak a kőzetanyagai a szemben lévő Szent Mihály hegyel, illetve a Börzsönnyel mutatnak rokonságot, így ez a térség ilyen szempontból ide tartozik, ha nem is topográfiailag, de geológiailag mindenképpen. Ez egy nagyobb egység, a vulkáni egységnek a része, ami északon, a felvidéken, a mai Szlovákia területén lévő hegységekkel is rokonságot mutat. Ilyen a Madaras, vagy a Jávoros hegység, vagy a Selmeci és Körmöci hegyek, illetve a Kárpátokban ez a rendszer ez folytatódik tovább, egészen a déli Kárpátok vonaláig, északkeleti Kárpátokban a Gutin, a Lápos vagy a Cibles hegyei keletkeznek ilyen harmadidőszaki vulkánként, illetve a keleti Kárpátokban az erdélyi vidéknek a Görgényi havasok, a Kelemen havasok vagy a Hargita is ezekkel a mai középhegységeinkkel mutat rokonságot, igaz azok fiatalabbak, ebben a földtörténeti időszakunkban meg szoktuk nézni, hogy mekkora ez a terület. Ez a jelenlegi 93.000 négyzetkilométeres Magyarország területéből 11.400 négyzetkilométert foglal el, ami nagyjából azt mondhatjuk el, hogy az ország 12%-át teszik ki. És ugye különlegessége, vagy hát azt mondhatjuk, hogy egy középhegységről van szó, több magas csúcsunk található itt, mindeközben az ország legmagasabb pontja is, a Kékes tető a Mátrában, ami a legújabb mérések szerint már nem is 1014, hanem 1015 méter magas. Tehát több középhegységünk található, nyugatról keletre geológiai értelemben vett lehatárolásban a Visegrádi hegység, a Börzsönyi hegység, a Cserhát, a Mátra, a Bükk, az Akteleki karszt vidéke, illetve a Gömörtornai karszt, vagy Szlovák karszt néven is emlegetik, illetve a Tokaj-Eperjesi hegység, lánykori nevén a Zempléni hegység, mindkét név használata jelenleg elfogadott még Magyarországon. A hegységek közötti választó vonalat gyakran medencék jelentik, ilyen a Cserháttól északra lévő, illetve a Börzsönyt elválasztó Ipoly medence, illetve a Nógrádi medence, illetve a Heves-Borsodi dombság a Bükktől északra, Bükk és a Mátrától északra elterülő dombsági tájunk, illetve a Bükk és a Tokaj-Eperjesi hegység között a Cserehát vidéke, délen pedig
a hegység előterében emelkedik a Gödöllői dombság, illetve a Mátraja és a Bükkaja, amik minket már átvezetnek az alföldi térszínekbe. A hegyek között nem csak medencék, hanem folyóvölgyek is találhatók, ilyen volt már az említett Ipoly, ami jelenleg határfolyóként működik, vagy határfolyóként is értelmezik. Itt található a Zagyva folyó, a Cserhát és a Mátra között, ami abból a szempontból különleges, hogy hazánknak a leghosszabb folyója, abban az értelmében, hogy a forrása és a torkolata is Magyarországon található, ennek mellékfolyói a Galga és a Tarna tartozik még hozzá, illetve az Egerpatak, aztán a Bükktől nyugatra a Sajó, Hernád, Bódva folyói lesznek számunkra fontosak, illetve ugye a Tokaj-Eperjes hegységtől keletre lezáró Bodrog folyó lesz, ami a térséghez kapcsolódó jelentősebb felszíni vízfolyásokról beszélünk. Hogyha meg akarjuk érteni a térségnek a mai arcát és a mai elhelyezkedését, illetve az emberi tevékenységet és az emberi tevékenységnek a lehetőségét, akkor egy időutazást kell tennünk a földtörténeti időben. Több száz, akár több ezer millió évre ezelőtt is vissza kell mennünk, hogy megértsük ezt. Ez az egyik legnehezebben érthető része talán az egész földrajz, illetve geológia tudományának. Nagyon sok a bizonytalanság benne. Alapvetően azt kell tudnunk hozzá, hogy a kialakításában a lemeztektonikának van nagy jelentősége ezeknek a lemeztektonikai folyamatoknak. A Kárpát-medence egy, ahogy már említettem, a harmadidőszaki vulkanizmus a középhegység, illetve a többi része is alapvetően a harmadidőszakban, az új idő harmadidőszakában alakul ki. Ez viszonylag fiatal, azt mondhatjuk rá, hogy 20 millió év, tehát ugye azért ez se kevés, de hát a Föld 4600 millió évéhez képest ez gyakorlatilag egy percnek tűnhet. Ha a kezdeti időket nézzük, az ősidő és előidő a mai kontinensek ősmagvának a kialakulásáról szól. Az ősidőből nyomunk a Kárpát-medencében nincsen, azonban van az előidőből nyomunk egy kisebb rög, az úgynevezett vívitányi rög, ami itt az északi középhegységben a névadó vívitány vagy vitány községnél a felszínre is bukkan. Ezek 900 millió éves átformálódott palakőzetek. Ha a Kárpát-medencére most már konkrétan rá akarunk térni, és azt szeretnénk értelmezni, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy több kisebb lemezdarab összeállásából jön létre. Ezek a kisebb lemezek előbb nagyobb egységekké állnak össze, nagyobb lemezdarabokká, és ezek a nagyobb lemezdarabok találkoznak, ütköznek, és ők is így érkeznek meg Európa szélébe. Ha óidőre tekintünk, ez az az időszak, amikor a földtörténetben a különféle kontinens magvak egy nagy egységé állnak össze, ezt nevezzük Pangeának. Északon egy nagyobb kontinens, a Ős-Európa, Ős-Ázsia és Ős-Amerika, Ős-Észak-Amerika összeállása előzi ezt meg, ezt nevezzük Laurázsiának, délen pedig a maradék kontinensek Gondwana néven állnak össze. Az óidő végére ez a két nagy kontinens összeáll, és ez a két nagy kontinens összeállásából jön létre az összföld, az összkontinens, azaz Pangea. Az azt körülelő óceán pedig Pantalasszának nevezzük. Az így létrejövő nagy kontinensen belül már tudjuk nyomozni a Kárpát-medencében előforduló, így az északi középhegységben is előforduló kőzetlemezeknek az eredetét, illetve kőzeteknek az eredetét. Azt mondhatjuk el, hogy a mai kőzetek egy része a inverz módon helyezkedett el, ugyanis amik ma délebbre találhatóak, itt az Alföld és a mondjuk a Dunántúli dombság tájainak a kőzetanyagai, azok egykor a európai lemez déli szegélyén találhatóak, de mindenképpen az északi középhegység vagy a Dunántúli középhegység alkotó lemeztől északabbra helyezkednek el. Ebben az időben
a térséget, ezt az úgynevezett Tétis öblöt tengeredöntés alatt állt, ezért a üledékes kőzetek keletkeztek ebben az időszakban legnagyobb mértékben. Ilyen a triász mészkő, amit itt a kezemben is tartok, jellegzetesen szürkésbarna, fehér színe van. A mészkő hasznosítására az ember viszonylag korán rá ismer. Elsődleges mai felhasználása a cement előállításához használjuk. Ilyen cementbányák működnek, és triász mészkőhöz kapcsolódik a Cserhát délnyugati részén található Naszály-hegységben is, ami a mai napig Vácott működő cementgyárnak szállít alapanyagot. Vác egyébként ma már nem csak a cementgyáráról, hanem kulturális és egyházi központ is. Egyike az István által alapított középkori püspökségeknek is. A Cserhát délnyugati részét köti össze ez a közet a Bükk-hegységgel. Ez a túlnyomó többségében lévő kőzet alkotja a Bükk térségét, illetve magát a Bükk központi részét, a Bükk fennsíkot. És ahogy már mondtam, hogy a cementbányászat, vagy a cement alapanyagaként használják. Itt is volt egy cementbánya, a Bélkő csúcsát kezdték el bontani az emberek, és a lábánál elterülő Bélapát falva egykor működött egy cementüzem, az mára azonban bezárt, azonban a bányászatnak a külszíni fejtés nyomai a mai napig nyomozhatóak a hegynek az oldalában. Bélapát falva egyébként jelentős a középkori ciszterci romjairól is, kiciszterci kolostor romjairól is, ami az itt lévő mészkőből épült fel, és hazánk egyik legszebb románkori építészeti emléke. A Bükkről, ha már itt járunk, akkor el kell mondani, hogy ezért különleges is többek között, illetve kivétel az északi középhegységben. Anyagát nem vulkáni kőzet, hanem üledékes kőzet, ugye ez a mészkő építi föl. Ha ránézünk, ugye Bükkre látható, hogy több 900 méter fölötti csúcsokat is találunk itt. Ez hazánk legnagyobb átlagos magasságú tája. A területet a Bükki Nemzeti Parki Igazgatóság koordinálja, igyekszik ennek a természeti értékeit is megőrizni, mind a geológiai, mind a növény- és állatvilágban, illetve az ezekhez kapcsolódó társadalmi értékeket. Mivel mészkőről van szó, ami az esővíz beszivárgásának köszönhetően oldódik, ezért különleges formák, úgynevezett karszformák jönnek létre a térségben. Ilyenek a Bükk-fennsík tetején lévő víznyelők vagy dolinák, zalai szóval töbröknek is nevezhetnénk őket. Ezek összegyűjtötték az esővizet, és valahova a mélybe elvezették, alattuk nem mindig található barlang. Az oldalában a Bükk-fennsíknek egyébként találhatóak barlangok is, ezek már az ősidőktől kezdve lakott barlangok, ezekről ősmaradványok is árulkodnak. Itt található a Bükkben a Színva és a Garadna patak összefolyásánál a Lillafüred községe, illetve Lillafürednek a egyik fontos természetföldrajzi és társadalomföldrajzi különlegessége a Lillafüredi vízesés, ami hazánk legnagyobb vízesése, de mesterséges a kialakításában. A Bükknek az északi részén szintén a mészkőhöz kapcsolódó, annak másodlagos áthalmozódásához kapcsolódik a Szilvásvárad és Szalajka patak mentén kialakuló fátyol vízesés, ami híres még az itt élő, nagyon tiszta vízében élő pisztrángokról is, amiket itt tenyésztenek. És hát a Bükkben található, ahogy már említettem, több barlang, de hazánk legmélyebb barlangja is, a 250 méter mély István Lápai barlang. Törekednek a Bükk-fennsíkon a hazánk fényszennyezettségének a csökkentésére is, illetve ugye ez egy újkori problémánk, és ezt felismerve a Bükk-fennsík közepén létrehoztak egy csillagos égbolt parkot, ahol minimális fényszennyezettség mellett vizsgálható a
az égbolt, így magát a tejutat is lehet innen fotózni, de nem csak éjszakai, hanem nappali felvételek is készíthetőek itt. A csillagfotósok kedvelt helyévé kezd válni. És ha már mészkő, akkor egy újabb kivételt kell tennünk az északi középhegységben, ilyen az Aktaleki karsznak a területe, ami szintén nem áll meg a határvonalon, hanem az északi oldalon, Szlovákiában folytatódik, szlovákiai karszt néven, régebben ezt gömör-tornai karszt néven emlegették. Az UNESCO világörökség része 1995 óta a speciális karszt képződményének köszönhetően és területére szintén egy nemzeti park, az Aktaleki Nemzeti Park vigyáz. Jelképe az itt előforduló, nagyon ritka foltos szalamandra. A barlangjaiban megtalálhatóak a cseppkő formációk, ilyenek az oldás következtében a plafonon, mennyezeten kialakuló függő cseppkövek, úgynevezett stalaktitok, illetve ahol kilép a mészkőt hozó víz is leteszi az egy részét a mészkőnek, és lecseppen, alulról pedig ugye oszlop felé növeli, összefelé növeli ezt a kettőt, alul álló mészkövek fognak keletkezni, ezek a stalagmitok, és hogyha ezek összenőnek, akkor ezek oszlopot képezve, stalagnátot, oszlopos cseppköveket fognak létrehozni. Ilyen hazánkban a legnagyobb cseppkő a csillagvizsgálónak elkeresztelt, ami 25 méter magas. Ez a barlang, ahol ezek megtalálhatóak, a Baradla-Domica barlangrendszert jelentik, ami 25 km hosszú, és ezzel hazánk második leghosszabb barlangrendszere. Ennek 7 kilométerre bejárható, a többi csak búvár felszereléssel, vagy csak búvár képesítéssel járható be. A felszínen kirándulva az Aktaleki karszt tetején találkozhatunk úgynevezett ördögszántásokkal, vagy karformákkal, a kibukkanó mészköveket erősen az esővíz ugye korrodálta, illetve ugye marta. A itt lévő kirándulásunkkor oda kell figyelnünk, ugyanis gyakran aknabarlangokra bukkanhatunk. Ezek nagyon mély vízfolyások, amik legtöbbször barlangban végződnek. Itt hatol be az esővíz és alakítja ki a belső barlangokat. Ezeket hazai szóval zsombolyoknak nevezzük. Ilyen hazánk második legmélyebb barlangja a vecsenbüki zsomboly, ami 236 méter mély. Az új időnek ezt a, és a középidőnek elejének ezt a viszonylagos nyugodt tengerelöntéses időszakát azonban megszakítja a középidő közepén az, hogy ezek a kontinensek elkezdenek elmozdulni egymás mellől, és ezek a kontinensek szétszakadnak. Szoktam mondani, hogy ezek szakítanak egymással, mint egy love story lenne, akkor úgy képzeljük el, akkor ezek a lemezek most úgy döntenek, hogy egyedül próbálnak meg élni. Azért Eurázsia egymáshoz, Európa és Ázsia ragaszkodik egymáshoz, ők azért együtt maradnak. De mindenképpen az afrikai lemez délebbre mozdul, az eurázsiai lemez pedig északabbra. Ekkor a mai középhegységeinket, alföldeinket hordozó lemezek is leválnak ezekről, apró lemeztöredékek lesznek a felnyíló Tétis óceánba. A középidő végére azonban Afrika mégis úgy gondolja, hogy neki északabbra kell tolódnia. Ezzel a mozgással azonban az előtte lévő apró lemeztöredékeket is maga előtt fogja tolni, ők is északabbra indulnak meg. Így megindul az úgynevezett eurázsiai hegységképződés, aminek tagja a Kárpátok is, és ennek köszönhetően jön létre ugye a Kárpát-medence is. Nagyjából egy 25 millió évvel ezelőtt, tehát az a két lemeztöredék, ami Afrika és Eurázsiáról leválva északra indul el, egymás mellett forogva behatol, és az eurázsiai lemez szegélyhez ütközik, valamikor ugye az Alpok felgyűrűdésével egy időben megindul a Kárpátoknak is a felgyűrűdése, ami ennek a rendszernek a folytatása egészen a mai Délkelet-Ázsiáig nyomozható.
Azt az északabbi lemezt nevezzük Alpi-Kárpáti pannonlemeznek, a délit pedig a Tisza-Dáciai nagyegységnek nevezhetjük, és a kettőt elválasztó vonal az a Hernád-Zágráb vonal, ami mentén ők összeálltak. Ez a harmadidőszaki mozgás és a kontinens peremének való neki ütközése hozza létre a kontinens és a lemezek közötti üledékgyűjtőknek a hatalmas gyűrthegységeit, illetve annak az ajzatának a felgyűrődéseit, amik addig takarókba egymásra helyezkedtek el, azok most meggyűrődnek. Mögötte pedig a gyűrődés és az alábukás következtében vulkánosság indul meg. Ugye ez a harmad időszakban a miocén korra tehető, ekkora érik el nagyjából a mai helyüket a lemezek, és mintegy 19 millió évvel ezelőtt indul meg az első vulkáni tevékenység. A Visegrád és a Börzsönynek a vulkáni tevékenysége, és ez folytatódik tovább, és 7-9 millió évvel ezelőtt ér véget a Tokaja-Perjesi hegységben, természetesen csak ezen a vidéken, ugyanis egészen a Hargitáig lefolytatódik ez a folyamat, nyugatról kelet felé egy félkör évben fiatalodik ez a szerkezet, ezek a vulkáni tevékenység. A Kárpát-medencét, mivel az egész egy tengeri környezetben zajlott, ekkor még összeköttetésben áll az Európa és Afrika közötti Tétis-óceánnal, ezt az úgynevezett Pannon-tengeri környezetben megy végre, nagyon heves és nagyon erős robbanások által kísért vulkanizmus van. Ennek a vulkanizmusnak a kőzet anyaga, a láva anyaga az az andezit és a riolit. Ez az andezit és riolit onnan ismerhető fel, hogy viszonylag jobban látszanak benne nagyobb kristályok, színük pedig világos és sötét szürke között váltakozik. Hasznosításuk elsősorban ma építő anyagként a vasúti talpfák alatti töltésére alkalmazzák. Ez a kőzet építi föl tehát a Visegrád, a Börzsöny, a Mátra és a Tokaj-Eperjesi hegység nagy részét, illetve a Cserhátnak a nyugati részét. A harmadik időszaki vulkános tevékenységhez, mint már mondottam, hozzá tartozik a heves robbanásos vulkanizmus, ekkor por és hamu felhő tölti be a Kárpát-medence vidékét a robbanási központok környékén, és ennek a az úgynevezett, ebből következik ennek összetömörödésében az úgynevezett tufa kőzet, és hát ezeknek a formációit megtalálhatjuk a Bükknek a szegélyén és a Siroki várnak a környékén, milyen kaptárkövek formájában, és ennek a forró hamunak az ülepedése okozza az itt élő élőlényeknek is a pusztulását. Egyik legszebb ilyen fennmaradt példánya ennek az Ipoly-Tarnóci őslény lábnyomok. Szándékosan mondok őslényt, itt már dinoszauruszokról nem beszélünk, ők a középidőnek a nagytestű élőlényei. Azonban a vízparthoz igyekvő állatok mit sem sejtettek arról, hogy itt egy vulkán fog kitörni, aminek a következtében őket beterítette ez a vulkáni hamu. A vulkáni hamu megszilárdította az alattuk lévő homokos, agyagos talajt, amiben az ő lábnyomuk fennmaradt, ezt találták meg a 18. század közepén, és ezt kezdték el nyomozni, és ezekből a lábnyomokból próbálják meg rekonstruálni az ekkor itt élő élőlényeket, amikre nagy az esély, hogy saját endemikus fajokkal volt itt a környék tele. Sajnos ugye a testüket, csontjukat nem találtak. Csontleletek azok inkább cápa fogaknak az előfordulását mutatja, ami bizonyítja, hogy ekkor még tengeri környezet volt a Kárpát-medence nagy része. Nem csak az állatok, hanem a növények pusztulását is okozzák ezek a kitörések. Ekkor jönnek létre a barna kőszén telepek a Nógrádi medencében, illetve a Borsodi medencében. Erre épít
majd rá később az ember, vagy ezteknek a bányászatára, Salgótarjánnak a nehézipari központja, illetve szintén Óznak a nehézipari központja, amik mára rozsdaövezetekké váltak a rendszerváltást követően. Az itt lévő, amúgy is válságban lévő nehézipar nem jól reagált erre, a gyárakat bezárták. A vulkanizmusnak az energiaipari lehetősége mellett, vagy amit az szolgáltat számunkra, azonban van egy másik fontos következménye is, hogy az ember által jól bányászható érceket hoz létre. Ilyen a recsken és gyöngyös oroszin bányászható rész, cink és ólomérc. A recski mennyiségről elmondhatjuk, hogy világviszonylatban jelentős, azonban annak kitermelésének a nehézségei miatt a jelenlegi gazdasági szinten nem kezdenek meg, mivel olcsó jelenleg a réznek a világpiaci ára. Egykor híres volt a középkorban és koraújkorban a nagybörzsönyi rész, ugye nagybörzsöny településsel az arany és az ezüst bányászatáról, rokonságban természetesen a selmeci és besztercei telérekkel. Ma már azonban ezek a arany és ezüstbányák kimerültek, pontosabban már a koraújkor folyamán, illetve hogy az itt lévő bányászatot, hogy a török időszakban határrá váló hegység szintén hátráltatta és visszavetette. Nagybörzsöny egyébként az itt koráni bányászati megtelepedésnek köszönhetően már az Árpád-korban is lakott volt, és ezért itt is található egy Árpád-kori emlékünk, egy románkori erőtemplom, aminekről bizonyosan tudjuk, hogy a tatárfejes díszítése az onnan jöhet, hogy a tatárjárás idején sikerrel verték vissza a támadást. A hegységeknek a ezutáni története az leginkább a külső erőknek köszönhető átalakulás, ami azt jelenti, hogy a hegységeket a szél, az esővíz és a fagy egyre inkább alacsonyabb magasságokba kényszeríti. Minden hegységet természetesen másféle módon, de mindenképpen alacsonyabbak lesznek, mint akár a mai szintjük alá is süllyednek. A következő időszak, amikor jelentősebb események történnek a Kárpát-medencében, és hatással vannak a mai felszínfejlődése, a pliocén időszaka, a harmad időszak vége felé, amikor is a medence belsőnk elkezd süllyedni, elkezd kialakulni a mai Alföldnek a térszíne. Még mindig vízborítja az egész Kárpát-medencét, de ekkor már tengeri kapcsolatait elveszti, elkezd kiédesedni az ide befutó folyóknak köszönhetően, az Ős-Tisza és az Ős-Duna elkezdi feltölteni a hordalékával. Az Ős-Duna ekkor a mai Dunántúl térségében folyik keresztül, és ugye a Tisza az, ami a keleti medencét uralja, az válik a gerincévé. És hogy azért is fontos ez, mert hogy a pliocénban alakul ki hazánk egyik legszebb természetföldrajzi képződménye, a visegrádi szoros, a visegrádi és a börzsönyi hegység között. Valójában a visegrádi hegységtől, a mai visegrádi topográfiai hegységtől északra lévő rész, az szintén a visegrádi hegységhez tartozott egykoron. Úgy kell elképzelnünk, hogy ez valamikor egy hatalmas nagy vulkáni kaldera volt, ami egy hatalmas robbanásnak köszönhetően beszakadt. Később ezt az üledékek feltöltötték, és a pliocénkori mozgásoknak köszönhetően egyszer csak a Duna is megtalálja ezt a lealacsonyodó térszint, és elkezd benne saját medret kialakítani több más folyóval együtt. Azonban ez a süllyedésnek a következménye volt az is, hogy nem csak a medence belső süllyedt meg, hanem egyszer csak a hegységek is elkezdenek kiemelkedni. Többek között ugye a Dunának is a folyás irányváltásához ez vezet. A Duna azonban ekkor már keresztül folyik ezen a területen, és bevágódik, lépést tart a kiemelkedéssel, és létrehozza így ezt a kanyarulatot a kemény sziklák között. A területre egyébként a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatósága vigyáz, és hát Visegrád fontos település ugye, itt bennem, ami egykor királyi központként is működött az Anjouk idején. A
mozgásnak köszönhetően az itt Mátra alján és a Bükk alján élő egykori növényi telepek betemetődnek, és belőlük az átalakulás során már nincs idő, hogy barna kőszén keletkezzen, hanem egyfajta gyengé minőségű szén, a lignit keletkezik, amik külszíni fejtésben ma Gyöngyösvisontán, illetve Bükkábrányban tetten érhetők. Az ábrányi bánya már nem igazán működik, a visontai még igen, ezekből hőerőművöket fűtöttek, azonban azoknak az technológia, illetve környezetszennyező helyzetük miatt már egyre inkább háttérbe szorulnak. A kéreglemeznek a mozgása miatt ez el is vékonyodik a Kárpát-medencében. Ezért van az, hogy a Kárpát-medence alatt hamarabb érhetünk el a Köppenyhez, amiből a hőfelállamrásoknak köszönhetően magasabb lesz az úgynevezett geotermikus gradiens a Kárpát-medencében. Létrehozza így, vagy hát a mai szemmel azt mondanánk, hogy lehetőséget nyújt gyógy- és termálvizeknek a kialakulására. A teljesség igénye nélkül az északi középhegységben is megtalálhatóak ilyen gyógyvizek. Ilyen a mezőköves Zsóri, Bükszék, Egerszalók, Parádfürdő vagy Miskolc-Tapolcai fürdőknek a jelentősége, mindegyik a saját maga ásványi összetételével szolgálja ma az embereknek a gyógyulását, akár külső, akár belső használatra ezzel. Ennek a kéreg megvékonyodásnak a következtében, ahogy mondtam, erősebb lesz a köpenyfeláramlás, ezért egy bazalt vulkanizmus indul meg 2 millió évvel ezelőtt. Ennek a Dunántúli középhegységben, annak déli részén, a Badacsony, illetve a Kisalföld déli részén lévő Ság és a Somló lesznek az egyik tanúi, tanúhegyek is lesznek, de a bazalt vulkán találunk a Cserhátnak az északi részén, a mai határ mentén, a Karancs felépítőanyaga, a Medves fennsík, vagy Somoskő és a Salgóvárnak tornyai, mondjuk úgy, hogy tornyok azok, amiken létrejöhetnek azok a várak, amik oda épülnek. A Somoskőről mindenképpen érdemes megemlítenünk, hogy nagyon szép, oszlopos elválású, 5 és 6 szögű bazalt sípokat, orgonákat is láthatunk, és ennek a fejtését megkezdik az emberek, leginkább a 18-19. Században értékelődik fel, ugyanis Bécs és Budapestnek a nagyvárossá fejlődésében a kőanyagot, a macskaköveknek az anyagát szolgáltatja ez a kőzet, sötét színű kőzet. A vulkanizmusnak köszönhetően, mind a miocén, mind a pliocénkori vulkanizmusnak köszönhetően nem csak energiahordozók, nem csak fémes ásványi anyagok jöhetnek létre, hanem úgynevezett nem fényes ásványkincsek is szolgáltatnak számunkra ezek a területek. Ilyen főleg a Tokaj-Eperjes hegységben Pálházán bányászott kaolin, ami egy agyagásványnak az átalakulásából jön létre, és a porcelángyártáshoz nélkülözhetetlen alapanyagról van szó. Erre épül rá hollóháza, a hollóházi porcelángyártás is a mai napig, illetve itt Pálházán bányásznak perlitet, ami építőipari adalékként a cementhez adják, ugye beton készítésekor. Szintén a Tokaj-Eperjesi hegységben, Mát községben és környékén bányásznak bentonitot, ami rengetegféle felhasználása van, szokták az legújabb kornak is egy ilyen csoda anyagaként említeni, ugyanis fúróiszapként használható kőolaj és földgáz bányászatokor, talajjavító, de az ember számára gyógyszerként is segíti. Tehát egy nagyon sokoldalú használható ásványi anyagról van szó. Másik a környéken bányászott anyag a zeolit, ami elsősorban jó gáz megkötő képessége miatt katalizátorok belső borítását képezi. Mai hegységeink a helyükre kerültek, kialakultak a vulkanizmusnak és a kéregmozgásnak köszönhetően.
nincs más hátra, mint hogy elkövetkezzen az emberek időszaka, itt az új idő negyed időszakában. Mielőtt az ember birtokba venné, azért itt a Kárpát-medencét is eléri, annak a hegység koszorúját az eljegesedés, a vastag jégtakarók magában a Kárpát-medencén belül nem alakulnak ki, a déli Kárpátokban, illetve az északi Kárpátokban lesznek kisebb, nagyobb gleccserek. A Kárpát-medence belseje egy ilyen tundra éghajlatot vesz föl, mint a mai Skandinávia északi részei, és ezután a maihoz hasonló növényzet és állatvilág települhet ide be. Azért mondom, hogy maihoz hasonló, mert azért az ember ezt a térséget már jelentősen átalakította, az egykori ős erdőket letarolta és újra telepítette ezt a vidéket. Éghajlatáról ennek a térségnek elmondhatjuk, hogy a leghűvösebb, az ország leghűvösebb régióira van szó, sajátos mikroklímával. Itt található hazánk híradásából is talán ismerhető település, egy Zabar, ami a leghidegebb település. Nyáron, júliusban is lehet számítani akár 0 fok körüli hőmérsékletre. Ebben a ilyen völgyben helyezkedik el ennek köszönhetően. Mivel hűvös a természetföldrajzi környezet, nem teszi lehetővé, hogy jelentős nagy szántók jöhessenek létre, ezért a mezőgazdasága egy picit háttérben szorul a többi tájegységhez képest. Hűvös csapadékos medencéjében elsősorban rozs és burgonya termesztésével foglalkoznak, az itt élőknek a receptjeiben gyakran megfordul ez a burgonya, illetve bogyós gyümölcsöknek a termesztésével. Erre épülhetett a Börzsöny lábánál, ugye a Szob községben a Szobi szörfnek a gyártása. A szántók kevés, azonban erdőkben a leggazdagabb térsége hazánknak, ezért jelentős lesz az erdőgazdálkodás, és ugye az erdőkhöz kapcsolódó vadgazdálkodás, ugyanis a hazánkban előforduló nagyvadak közül sok előfordul itt, ugye itt az őzre, vaddisznóra, muflonra kell gondolni, illetve nem csak a növény és mindenevő formációk jelennek meg, hanem most már lehet értesüléseket hallani arról, hogy hiúz és medve is átjár, szeretnének visszaköltözni. A nagyvadak közül a farkasnak jelenleg már sikerült is a Bükkben megtelepedni, ott egy farkas családot gondoznak. Mint említettem, az erdő, mint természeti forrás kiaknázása már korábban is megindult. A 18. században Mária Terézia erre a területre, a török utáni helyreállítás jegyében szlávajkú népességet telepít be, elsősorban a Mátra és a Bükk vidékére, ahol ők szén- és mészégetéssel foglalkoznak. Ezek a formációk az úgynevezett huták, ezért azok a települések, amiben ezt nyomozhatjuk, ott szlávajkú népességre gyanakodhatunk, ilyen például a Bükk területén található Répás huta községe. A mezőgazdasághoz, illetve az éghajlati viszonyokhoz kapcsolódik, a minden esetben egy tájnál meg szoktuk nézni a talajadottságait is. Alapvetően a magasabb térszínekre a lombhullató erdőségek miatt a barna erdőtalaj lesz a jellemző, a mészkőn úgynevezett renzina talaj fog létrejönni. A vulkáni hamun, illetve vulkáni láván létrejövő főleg déli előteren azonban jó minőségű föld áll rendelkezésre, elsősorban a szőlőtermesztés, amit igen korán felismernek az emberek, és létrejönnek az északi középhegység déli előterében a ma történelmi borvidéknek emlegetett készségeink. Nyugatról keletre, ahogy haladunk, az első ilyen a Mátrának az előterében a Gyöngyös környéke, majd következik a Mátra és a Bükk között az egri borvidék, ugye híres a bikavéréről, majd következik a bükkaljai, és végül a Tokaj-Eperjes hegység, ja, az úgynevezett tokai borvidék, ami az UNESCO világörökség része. Mivel a Tokaj-Eperjes hegység átnyúlik az ország határon is, ezért a jelenlegi szabályozások szerint az északra lévő termesztett szőlőből is készíthető tokai használhatják ezt a márka nevet. Maga a
ugye, mivel UNESCO világörökség része, egy picit érdemes róla, hogy miért is. Ugye egyrészt többféle kultúra, borkultúra keveredik itt. Negyedik Béla olasz szőlőműveseket telepít be, hogy fellendítse a szőlőtermesztést. A település nevek Bodrogolasz, illetve Olaszliszka ezt a betelepítést őrzik. Ők hozzák magukkal a furmintnak a termesztését. A 16. században, amikor a tokai borvidék igazi felfutása köszönhető, elsősorban annak, hogy a török elől, a délről, a szerémségből ide menekülnek a szőlőművesek, így hozzák magukkal az aszú készítésének is a fortéjait. Erre utalhat az is, hogy a Tarcal-hegység lábáról érkeznek, így alapítják meg Tarcal községét. És hát ugye a tokai aszúról állítólag 14. Lajos azt mondta, hogy a királyok bora, borok királya. Ez mutatja azt, hogy tényleg Magyarország egyik legsikeresebb márkájáról vagy termékéről van szó. A kora újtól kezdve a nagyhatalmak, nem csak a francia király, de az orosz cárok is ügynökségeket működtetnek, hogy a borra lecsapjanak a termelőktől, és azokat fel tudják vásárolni. És hogyha már az itt élő népekről kezdünk el beszélni, mindenképpen érdemes megemlíteni az északi középhegység legjelentősebb néprajzi csoportját, a palócokat, akiknek az eredete bizonytalan, sokan magyarnak tartják, nem magyarnak, nagyon sokféle elmélet van a kialakulásukra. Azt mondhatjuk el, hogy a nagyjából a mai Nógrádi medence, Ipoly vidék, a történeti Gömörvár megyére terjedt ki, de egészen a Bükkig is nyomozhatóak palóc községek. Magát a területet, ha úgy tetszik, ismerté teszi Mikszáth Kálmán, aki itt születik, és a Tóta Gyafiak is jó palócok művével, amivel berobban, ezzel ismerté teszi. Ő maga is palóc volt, és hát ugye gyermekkoráról ír ezekben a novellában. A Szabó Lőrinc is megfordult itt egyébként, Balassagyarmaton jár egy évig iskolába, és hát a környékhez kapcsolódik Madács Imre is, Alsó Sztregován született és halt is meg, ő ugye az Ember tragédiájának a szerzője. A maga a palóc kultúra őrzésére, a Hollókő ófalú a legnagyobb szimbóluma ennek, ami az UNESCO világörökség része is. Ebben ugye sajátos viseletről, ugye sajátos ételkészítéseiről is híresek, illetve ugye tájszólásról is híresek ugye a palócok. Sokak szerint a palócoknak az egyik csoportja, ugye leginkább ennek tartják, a Bükk előtérében élő matyókat, akik három települések korlátozónak, ugye Mezőköves, Tard és Szent István, és hát az ő speciális hímzésük, az úgynevezett matyó hímzés Kis Jankó Borinak köszönhetően vált Európa, illetve Magyarország szerte is híressé. Ha a környékre ránézünk, egyébként további történelmi jelentős emlékhelyek és városok találhatóak itt, ilyen, hogyha gondolunk Diósgyőre, ahol Nagy Lajos király lovagvára állt, ami nagyon szépen megőrizte egyedülálló módon a középkori várépítészetet, de ha már várak, akkor az egykori felső magyarországi várvidék is ide kapcsolódik a török elleni háborúkban, ilyen a Drégely, aminek a Szondi György két apródja őrzi a csatának az emléket, vagy állít emléket, Arany János, de a Füzér, Boldogkő, mind a mai napig látogatható térség. A Egerről is szót kell ejtenünk természetesen. Ma már történelmi emlékhely mellett jelentős érseki központ és oktatási központ is. És az észak-keleti része ennek a vidéknek a reformáció, a hazai reformációnak egy elég erős bázisa. Nem véletlen, hogy 1590-ben itt készül el Vizsolyban az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás kiadása, illetve ugye Sárospatak a református kollégiumnak lesz világhírű már a 16. században, Jan Komenský, vagy ugye Comenius is tanít ezen a kollégiumnak a bizonyos részein. Az előzőkben áttekintettük az északi középhegységnek a keletkezés történetét és az ott élő embereknek a lehetőségeit, amik ugye a természet és társadalom szoros együttélésre és szoros kölcsönhatásáról szóltak. Szolgáljon ez számotokra okulásként, a versenyre való felkészülésként.